Zaránda udvarnak az a Mária szobra, az 1920-as években készült. A Pécsi Zsolnai gyár munkatársai készítették, szobrászai, egy kétszer égetett samotos kerámiából készült, ami azt jelenti, hogy először megmintázták, utána pedig egy mázzal, vagyis nem egy, mert ugye nagyon sokféle színű mázzal, kézifestéssel festették, még egyszer égették, és valószínűleg utána hozták ide Bodajkra. Milyen értéket képvisel ez a szobor? Hát a mai pénzre átszámítva ez egy jó pár millió forintos érték. Ugye, mert egyedi munka, egyedi megrendelésre készült, így azok általában mindig sokkal drágábbak, mint amikor egy sorozatgyártott darab készül valamiből. Milyen állapotban volt a szobor, amikor megkapta a restaurálásra? A szobor, amikor a felmérést végeztük, ez most a nyáron történt, akkor a alulról felfelé menve, mondom, hogy hogyan is nézett ki, mind a két cipőből hiányzott, a baloldali cipőnek a látszó része teljesen, a jobboldalinak az orra, a félhold mindkét vége 10-12 cm nagyságban, a cipő fölötti ruharedőkből 5 helyen több nagy tenyérnyi folt hiányzott, a kis Jézusnak a keze teljesen, a koronának a 6 keresztje körül közül 2 volt csak meg, a többi az részben ugye másolat, részben pedig rekonstrukció, az első és hátsó nagyobb, az rekonstrukció, a jobb és bal oldalon található 2, ugye ez a jobb oldali eredetről készült baloldali másolat. Ezek hiányoztak, ezen kívül még hiányzik a Mária kezében levő vagy virágcsokor, vagy valami hasonló, ugyanis a keze úgy van kialakítva, hogy abban biztos, hogy volt valami. A 70-es években levő fotón egy virágcsokor van benne, de szerintem az már csak egy ilyen utólagosan belerakott virágcsokor. Így az lenne még a következő lépés majd, hogy azt rekonstruálni, csak az is elég nehéz lesz, ugye, mert a restaurálásban vagy hitelesen azt készítjük, azt másoljuk, ami volt. Tehát kellene találni egy analóg darabot, vagy pedig ne találtan a Zsolnai gyárban megvannak még az eredeti rajzok, például az alapján lehetne rekonstruálni, és akkor újra vissza lehetne tenni